Szülők tehermentesítése címszóval indult nyílt tábor Bátaszéken. A bátaszéki polgármesteri hivatal gondolt azokra a szülőkre, akiknek a koronavírus járvány alatt elfogyott a szabadságuk, és most a nyári szünet alatt sehogy nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét. Ezért hirdették meg az úgynevezett nyílt tábor lehetőségét, melynek megszervezését Skordai név Varga Gabriella vállalta. A Heimattáns csoport vezetőjének nem titkolt szándéka volt, hogy bemutassa a gyermekeknek a sváb kultúrát. Többek között német zenével, tánccal, énekekkel ismerkednek ez alatt az egy hét alatt, de a kézműveskedésre is szakítanak időt. Én nagyon-nagyon örülök neki, mert azért 8 külsős kis pajtás jelentkezett, és a többi viszont a tánctábornak a résztvevői, ugye előtte hétről alapból a táncosok, ők is bevállalták, és ők a héten azért nagyon-nagyon sokat, mint segítő vannak jelen. A koronavírus szigorításai miatt 20 gyerek vehetett csak részt a táborban, gyorsan betelt a létszám. A Heimattáns csoport vezetője arra számít, hogy azok a gyerekek, akik most ismerkedtek meg a sváb kultúrával, kedvet kapnak majd, és az évközbeni táncpróbákra is járni fognak. Ha ő belőlük 2, 3, 4, 5, esetleg még több gyerek visszajön, és jön a hétköznapi próbáinkra, akkor én úgy gondolom, hogy ennek már volt értelme. A bátaszéki hivatal is segít, helyszínt és kézműves alapanyagokat is biztosít a táborozóknak.